A tenger fenyegetése nyugat felől, mely csak a németekével hasonlítható össze keletről, holland tartományban építészeti mesterművek létrejöttéhez vezetett, a gátakéhoz. De ezek a vízzárók egyben a mesteri építészet egyetlen képviselői is. A városok nem ismerik a pompás szimmetriát. A kormányzat központja egy belső udvarocska egy kis kúttal. Nincs sem Unter den Linden, sem Champs-Élysées, sem Mall. Tisztességes felvonulás egyetlen városban sem tartható, legfeljebb a töltések mentén lenne kivitelezhető. De holland tartományban nem is rendeznek felvonulásokat. Minden valamire való hollandi, az amszterdamiakról nem is beszélve, felbőszülne vagy röhögő görcsöt kapna tőle. Kíváncsiságomnak további tápot adott, mikor múlt hónap végén néhány bátor holland író ellátogatott Budapestre, hogy felolvassanak írásaikból. Közülük is kettő keltette föl leginkább kíváncsiságomat. Cees Nootboom, a 63 éves Nobel-díjas befutott író, és a magyar származású Hollandiában született Rohi Wieg, akiről már sok mindent írtak hazájában, jót is, rosszat is, de egy valamiben minden kritikusa egyetértett. Valahogyan lóg rajta a holland kabát. Egy korábban írott a Holland hegyekben című regényében egészen a Dalmát tengerpartig terjeszti ki Hollandia határait. No, persze csak a képzeletben. Ennyire szűkösnek érzi Hollandiát? Nem. Én egy mesét, egy tündérmesét akartam elmondani abban a könyvemben. És amint azt ön is tudja, a mesék általában a lehetetlenből indulnak ki. De azért értem a kérdését. Nyilván létezhetett valamilyen fajta más belső motiváció is. Ez a Hollandia egykor nagy ország volt. Gyarmatai voltak. Egy szóval egy hatalmas gyarmatbirodalom, mely többszörösen meghaladta ennek a kis országnak a saját méretét. Indonézia, Fűszer-szigetek és így tovább. És ha valami motiválhatott, hát nem önmagában a gyarmati múlt, hanem az a furcsa kis és kizuit helyzet, melyben az egykor nagy gyarmattartó országok egyként leledzenek. A birodalmakból kis ország lett, de a tudat, nézze csak meg Angliát, még mindig a birodalomé. Vagy talán még jobb példa Portugália. Nézze csak meg Lisszabont. A gyönyörű fehér épületek az egykor volt nagy tengeri birodalom grandőrjét sugározzák. Különös ez, kicsit talán ijesztő. Vagy hogy közelebb menjek önökhöz, ott van Bécs, nézze csak meg. A monarchia, a K&K egykori birodalmi fővárosa. Egy kis kapitalista ország, nagy emlékekkel. De ha jól értem szavait, Hollandia nem szenved az egykori nagyság utáni sóvárgás betegségében. Nem, való igaz. Hollandiára nem ez a betegség jellemző, bár vannak másholi betegségeink. Nézze, a hollandok realisták. Nem csak realisták, pragmatikusak is? Igen, így valahogy. És vajon mi ennek a földközeli gyakorlatias gondolkodásnak az ára? Az ára, hogy úgy mondjam, a fantázia szárnyaszegése. A túlzott fantázia nálunk is egy gyanús dolog. Akkor jó dolog egyáltalán Hollandiában írónak lenni? Ha a társadalmi megbecsülést tesszük alapul, akkor nem. De ez engem nem izgat. Tulajdonképpen nem ott élek. Miért? Jaj, ne kötözködjön már, egyszerűen szeretek máshol is lenni. De nézze, ez számomra a világ legtermészetesebb dolga. Már tettek fel nekem hasonló kérdéseket, és soha nem láttam az értelmét. Nem azzal töltöm az időmet, hogy ülök az amszterdami lakásomban, tördelem a kezémet, és sóhajtozom, hogy de átkozott a rossz itten. Ehelyett fogom magam, összepakolok, és egyszerűen eltűnök. Beszélek jó néhány európai nyelvet, úgyhogy az én otthonom Európa. De azért nem érzi magát hontalannak, ugye? Hontalannak nem hiszem. Ezek az emberek itt a vagonban, ők az igazi otthontalanok, de ők is csak alszanak valahol. Egyike vagyok azon hibrid, sehol meg nem értett lényeknek, akik egyszerre három helyet is otthonuknak mondhatnak, ugyanakkor sehol sincsenek otthon. Talán bizony az első igazi európaiak. Az új kontinens bátor kísérleti nyulainak egyike, akik mind az egységet, mind a sokszínűséget bekebelezték saját létükbe. Vizsgálni kéne bennünket. Igen értékesek vagyunk a tudomány számára. Nagyon sok hollandus, ha megkérdezett tőlük, hogy mennyien hollandok, akkor azt mondják, hogy ők nem hollandok. Érted? Ők nem tipikus hollandok. Mert a tipikus holland az ilyen és olyan és amolyan, és ő nem olyan. De hogy akkor honnan jön az a dolog, hogy tipikus hollandus, arra már nincs válasz, de ő nem az. Szóval Hollandiában senki sem tipikus hollandus. És az irodalomban ugyanígy van, egy hollandiót azt kérdezett, hogy
hogy fontos-e a holland irodalom, akkor majdnem mindig azt mondja, hogy a holland irodalmat nem tartja olyan fontosnak, mert nem nagy dolgokról szól, és nem a háborúról szól, és ott nem volt soha Hollandiában nagy volt a jólét, és így úgy amúgy. És a német fontosabb, és a francia fontosabb, és az angol fontosabb. Csak azt kérdezik, van-e szerintem nagy holland író, és akkor nagyon nagy a sansz arra, hogy azt fogja mondani, hogy nagy holland író, az itt nincs. Csak azt mondja, hogy te is író vagy, és akkor azt mondja, hogy hát én is, ez igaz, hát na jó, hát akkor én vagyok az egyetlen nagy holland író. Érted, amit mondok? De ennek van egy jó oldala is, mindenki azt csinál, amit akar, úgy viselkedhet, ahogy akar. Az nem változtatja meg a tipikust, érted? Azt nem lehet megváltoztatni, de egyfajta szabadságot nyújt ez a dolog. Érted? Dow Jones is al 500 punten gezakt. En jij, Innie Winthrop, wilt weten hoe je aandelen erbij staan? Jouw gouden kalf staat op de prijs van oud papier, man. Koop maar eens een krant. Hi. It's got to happen one more time, even if it's without feeling. Of course. It's just that this time is going to cost you 5,000 guilders. Was ever a problem? Princes of Namibia. Which of your novels or books? Volt olyan könyve, melyet mondjuk úgy kitörő lelkesedéssel fogadott a holland közönség, vagy a holland kritika? Igen, a Rituálék című regényem, melyből később film is készült. Nagy sikert aratott, bár az sem volt éppen diadalútnak nevezhető, hiszen a regény utóélete azzal kezdődött, hogy a rangadó első számú lapban lehúzták. Egyszerűen kiherélték az írásomat, de aztán valahogy megbékélt a kritika mégiscsak a regényen. És mi volt a kritikusok baja? Hát olyas valamit mondogattak, hogy ez a regény juppikról szól, tudja, juppikról, hülyeség. Hát ez tényleg nem igaz. Persze, de kit érdekel. Meg a aandacht nergens iets van weten. De modderige kant van het dilettantisme. De tweede helft van de 20e eeuw. Meer kansen voor iedereen. Meer mensen weten minder over meer. Spreiding van kennis over een zo groot mogelijk oppervlak. Die schaatsen wil, zakt door het ijs. Je weet waar Aalderink resideert? Spiegelgracht. Hogy is mondjam, a mi évszázadunk nem éppen kellemes évszázad, hogy enyhén fejezzem ki magam. Ha jobban szemügyre veszi a történteket. De ez nem lehet elegendő indok arra, hogy meg is tagadjuk azt a kort, amelyben élünk. Én legalábbis nem tenném. Egyszer már kérdezték tőlem, hogy ha ez nem tetszik, akkor melyik évszázadban szerettem volna élni. Hogy őszinte legyek, valószínűleg a felvilágosodás korában. Egy szőlőrugasban ülve, bort iszogatva vitatnám a világ dolgait Voltaire-rel és Diderot-val, meg a többiek. De mégse cserélném el az én évszázadomra azokat az időket. És tudja miért? Nem vagyok eléggé bátor, és a végén még az is kiderülhetne, hogy csak a képzeletem játszott velem buta játékot. Az elképzelt kor sem volt jobb, mint a mostani. Viselni kell az időt, amelyben élünk. Meg kell érteni, ha úgy tetszik. Mert a dolgok főképpen azért nehezek, mert nem értjük őket. Igen, néhányan belehaltak ebbe az évszázadba. De ettől ez még a mi évszázadunk, úgyhogy azt hiszem, nincs értelme siránkoznunk.